bajnok, olimpiai bajnok, rövidpályás világbajnok is meghívást kapott a 100 fináléjába. Elsőként majd a brit Siobhan O'Connort szólítják, aki a legfiatalabbja egyébként ennek a mostani mezőnynek. Ő is világbajnok és többszörös Európa bajnok. Ő érkezik tehát majd elsőként a négyes pályára. Tehát Siobhan O'Connor. Az egyes pályára jön az amerikaiak olimpiai bajnoka és világbajnoka, Katie Maley. Széles mosoly kíséretében lép be az arénába. És ugye a másik két résztvevőt is, akik még jönnek, láttuk már tegnap úszni. Molly Hennis, az amerikaiak kétszeres rövidpályás világbajnoka jön a hármas pályára. És az oroszok büszkesége, Julia Jefimova, az ötszörös világbajnok és hétszeres Európa bajnok úszó jön a kettes pályára. Maley, Jefimovát és Molly Hennist láthattuk abban a mezőnyben a tegnapi 200 mellen, ahol Békési Eszter, a 2002-es születésű egri versenyző, egy nagyon szép ezüstérmet szerzett 2.27-tel. Ők most frissen állnak a rajtkőhöz. Molly, Siobhan O'Connor pedig éppen csak kikászálódott a 200 vegyesről. Nem ő a szám esélyese. Maleynek nagyon jól sikerült a rajtja, és nem csak neki, hanem Molly Hennisnek is, és Hennis az, aki elsőként bukkant föl a víz alól, de hát Jefimováról pontosan tudjuk, hogy hatalmas hajrázó, és a táv második felében borzasztóan erős, és mire ezt elmondom, addig az is kiderül, hogy hát azért a táv első felében is nagyon erős. Julia Jefimova hihetetlen tempókkal halad előre. Maley és Jefimova az első és a második helyen, de talán már Jefimova fog elsőnek fordulni 24 század másodperccel, és akkor most jön majd az a bizonyos táv második fele, amiben tulajdonképpen Jefimova, azt kell, hogy mondjam, hogy verhetetlen. Nagyon szépen jön Jefimova, én azt hiszem, hogy túl sok kérdés nem fog maradni itt a végére. Nagyon szép úszása van az orosz hölgynek valóban. És mire megérkezik, addigra tulajdonképpen egy testhossz előnye lesz a többiekkel szemben. Elképesztő frekvenciát produkált itt az utolsó 25 méteren. Hát öröm nézni, amit művel. Igen, és az, hogy nem esik szét ilyen frekvenciánál a mozgása, ami aztán tényleg valóban fantasztikus dolog. Szóval Jefimova nyeri a futamot, Katie Maleyt is mutatják, mindenki nézi az időeredményet. Mi boldogok vagyunk, hogy ilyen világsztárokat láthatunk a Duna Arénában. Hamarosan innen folytatjuk.